Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. 16-án rendkívüli képviselőtestületi ülés zajlott az Ajkai Városházán. Az ülés témája a Bakonyi Erőmű ZRT környezetszennyezése volt. Most az ott készült felvételeinket láthatják. Köszönöm szépen, polgármester úr, gyorsan mondom. Azt szeretnék kérni a Fidesz-KDNP frakció, hogy ezt a mai napi rendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk. És amennyiben lehetőség van rá, akkor első olvasatban. Én ezt a napi rendi tárgyalásánál ki fogom fejteni, hogy miért kérem ezt. Szeretnénk szakmailag, politikailag teljesen korán döntést hozni, ahhoz nekünk több információra lenne szükségünk, és ahhoz, hogy tényleg autentikus döntést hozhassunk, és a véleményünket egyértelműen kifejthessük a lakosság felé, mindent elkövetkezzünk annak érdekében, hogy a lakosság a környezetvédelmi szennyeződéstől megszabadulva jó döntéssel tudjunk tovább menni. Ez azt kérem, hogy zárt ülésen és első oldalon tárgyaljuk a mai napi rendi pontot. Köszönöm. Tehát ez egy javaslat, amiről szavazunk el, ugye? Tisztelt képviselőtestület, amennyiben polgármester úr elfogadja, hogy itt felmerül egy külső szereplő gazdasági érdekeinek a sérelme, akkor lehet róla szavazni. Egyébként mi a képviselő indítványról javaslom a szavazást is. Én nem javaslom a napirendnek ilyen tárgyalását, hanem nyílt ülést javasolok. Itt a város egészéről van szó, a város lakosságáról. Kizárólagos tartom, hogy lakossági tájékoztatása nélkül történjen erről döntés, úgyhogy szavazunk. Ez első olvasat? Tehát és hát ő ugye így értelemszerűen, hogy első olvasat, ezt sem tartom olyan súlyonak, tehát mind a kettő ellen javaslunk szavazni. Öt igen. Nem és egy tartózkodással indítan tervezetjük. Rátérünk ugye az egyetlen napi rendi pontra, a Bakonyi Erőmű ZRT környezetszennyező tevékenysége. Van egy kérdés ezzel kapcsolatban. Én látom, hogy a Patakicet jön képviselőről. Igen, nekem az a kérdésem, hogy az a feljelentés, amit a sajtóban olvastunk, az megtétetette. Köszönöm szépen, polgármester úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy abban az esetben, hogyha a határozott foglalatokat elfogadjuk, és az erőmű is végrehajtja a határozott foglalatokat, akkor tudjuk el azt, hogy kitől menne távolít a primer KFT, hogyha leállna az erőmű összes kazánja. Tudjuk-e azt, hogy milyen következményekkel járna, hogyha ezek a kazánok, milyen gazdasági következményekkel járna, hogy ezek a kazánok beállnának? Mi történik a Kandókán alakú telepár fűzésével abban az esetben, hogyha az összes kazán leállítja a Bakonyi Erőmű, hiszen itt a Kandókán alakú telepen, hogy a Bakonyi Erőmű a szolgáltató is, nem csak a tápfőerőállító, és miért van szükség arra, hogy ismerjük a környezetszennyező személyét, miért van szükség arra, hogy ismertetettesen látjuk a bejelentést, az a kérdéseim. Köszönöm. Én Puskás Gálai tisztelt testület, polgármester, az a kérdésem, hogy már Bakonyi Erőműről szól az egész rendelet, a tervezet, miért nincsen itt a Bakonyi Erőmű képviselő? Nem, Tárcsis Tamás képviselő úr. Köszönöm szépen, szólt polgármester úr. Mivel köztudott, hogy a sajtótájékoztató után polgármester úr fogadta, nem hívott a lévő főszereplő asszonyát, és gondolom megbeszéléseket is folytattak. Azért hogy érdeklődnénk, hogy ennek a beszélgetésnek mi volt konkrétan a tárgya, és milyen javaslatokat és milyen hírményeket egy esetleg is a közvetlenül hívott a főszereplő asszonyát, az ügyek kapcsán, hogy hívott a csatotájékot után megbeszélést hoztak. Ha erre esetleg bőven nem hallottam, köszönöm. Köszönöm.
tisztelt képviselőtestület a feljelentés tervezetet készült már, annyival, hogy még egy-két kérdésbe ki kell azt elkészíteni, de a megbízott ügyvédünk elkészítette már. Szerintem a beadására egy-két héten belül fog sor kerülni. Annyira tudnék reagálni a haszló kérdéséből is, a határozat következményeit tekintve nyilvánvalóan nem lehet ismert, hogyha az erőmű, mint szolgáltató megszűnne a tárfőszolgáltatás rendszer is, hogy kivenni át a szerepét, hiszen ezért szerepel a határozat tervezetében az, hogy polgármesternek pályázatot kell kiírnia egy alternatív tárfőszolgáltatás és szükséges gázatos erőmű megvalósítására. A pályázati eljárás logikájában következik, hogy ez a szereplő igazából nem lehet ismert. A kérdésnek az a része pedig a kantukában lakó telepen mi történik, teljesen egyértelmű, hogy itt más tárfőszolgáltató, más energiaellátó lépne be, akkor ő neki kötelezettsége lenne a város egész területét lefedni, tehát ki kéne építeni neki ezt a tárfőszolgáltatási rendszert egész éve. Én hallgatom, hiszen a Táncsics képviselő kérdésére is ebben válaszolnom. Tehát nem csak a sajtótájékoztató után, hanem mi jelzőúrral, jól emlékszem, Székesfehérváron a Környezetvédelmi Hivatal vezetőivel hosszú tárgyalást folytattunk, megegyeztettük az itt testületi és határozati javaslatában felsoroltakat is, és az a határozott szándékunk, hogy ő segítségünkkel kérjük ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását. Voltam olyan kérdések, amik úgy mondjam, nem ugyanazt a megítélést tükrözik, de ez a feladat jelenéből és a helyzetből adódó. Minden esetre minden egyes térdésünkről tájékoztatni kívánok őket, és a nyilvánosságot is természetesen egyezni, és javaslom. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a felügyelőség, amelyik gyakorlatilag most a fejes egyéb kormányhivatal természetvédelmi és környezetvédelmi főosztályaként működik, már konkrét hatósági intézkedést is tett, kibocsátott egy kötelezést az erőművel szembe, aminek következtében az erőműnek október 15-ig egy olyan online mérési rendszert kell építeni, aminek segítségével a környezetvédelmi felügyelőség élesbe fogja látni gyakorlatilag a kibocsátási paramétereit az erőműnek, tehát nem pusztán az erőműnek az adatszolgáltatása lesz a jövőben meghatározó, hogy történt-e határértékű túlélés, hanem a felügyelőség konkrétan látni fogja az adatokat, és természetesen, hogyha itt sorozatos határérték túlépés lenne, akkor azonnal be is tud avatkozni hatósági eszközökkel. Még annyit mondott főosztályvezető asszony, hogy egy intézkedési terv készül részükről, tehát több területen mérnek, és októbertől ténylegesen többféle mérési még ezen kívül is el tudnak rendelni az intézkedési tervben. Nekem még a legkívülegesebb, tehát nem csak a Kokonyi erőműnek a résztvevőjének, hanem a folyamatnak egy több résztvevőről is szól, hogy nem jutunk el a környezetvédelmi felelősséget, nem jutunk el a Mérpártét, az erőmű álláspontot egyébként ismerjük, hiszen lennében ők eddig mindent megígértek, de nem csináltak semmit. Hát az ismeretlen tettes elleni feljelentés az abból adódik, hogy nyilvánvalóan nem tudja sem az önkormányzat, sem jelenleg még a felügyelőség, hogy okozza ezt a fokozott szernyek kibocsátást. Nem tudjuk, hogy a technológiai folyamat az engedélynek megfelelően történik, hát nem ismerjük a tüzelőanyag összetételét, tehát nem tudjuk, hogy nem jelenthetjük ki, hogy ez a vezérigazgatónak a felelőssége, nem jelenthetjük ki, hogy a tulajdonosnak a felelőssége, mert tulajdonos időben is állhatom, hogy milyen összegből rendelhet mondjuk az erőmű tüzelőanyagot, egyáltalán a tulajdonos eldöntheti azt is, hogy mit tüzel, vagy mit nem tüzel, hiszen ezzel kapcsolatban is egy sok szóbeszéd napvilágra került, úgyhogy itt körülbelül erről van szó, tehát nem lehet tudni, hogy maga a műszaki folyamat, hogy épül össze, ki az, akit esetlegesen terhelhet ebbe az ügybe, ha terhel, hogy ez jó mindenemes. Ez az oka az ismeretlen tettes elnök. Még egy másik feladat az, hogyha leállunk,
A tisztelt képviselőtestület természetesen nem lehet olyan, hogy az erőmű leáll. Tulajdonképpen őnek az egész működési engedélye gyakorlatilag arra épül a különböző kvótáig, hogy a város látóellátását elkerülása. Esetleg olyan jogítás ügy kerekedne ki, aminek folytán az erőmű le akarná tolgatni a szolgáltatási kötelezettsége, álláspontom szerint az energiahivatal őt minden további nélkül kötelezni fogja arra, hogy a szolgáltatást ellássa, addig az időpontig, amíg a városnak más alternatív energiaforrás nem sikerül megteremteni a táplálkozás. Hát ehhez hozzá szeretném azt tenni, hogy itt több cégre van szó, tehát nem csak a Baboni erdőről, hanem a Biomassa Fertérről. Tehát ha megszűnnek, nem működnek, 1943-ban üzemhelyezett hozzá, hiszen azok látják el a távfűtési rendszert is, és hogy meg tudjuk oldani a távfűtési energiának más erőtörténő biztosítását, abban az esetben ezeknek a kazánoknak, a városnak nincsen szüksége. Hogy az erőműnek szüksége van, az egy másik kérdés. Mi ez egy nyereség szerző tevékenység. Ha leállítják ezeket a kazánoknak, és ha nem változik a műszaki helyzet, és nem változik önnek szennyező álláspont, és leállítják őket, vagy történik, ezt a óceráit leállítják, és a nyereség szerző tevékenysége megszűnik. Megnyitom a vitát. Patrasz a győző képviselő úr. Igen. Természetesen az intézkedésekkel egyetértek. Nincs hangjönőről, nem tudtam rossz mondjam. Na, tehát az intézkedésekkel alapvetően egyetértek, csak keveselem őket, ami pedig a gázmotoros erőmű kiírandó pályázatot illeti, azt én arra észrevettem a testület szentelyen még egy misét, mert nyilvánvaló, hogy ennek ezen szavazás alapján még a polgármester nem nyújtja be a pályázatot, hanem csak előkészíti, de azért tisztában kell lennünk azzal, hogy ennek milyen költségvetési anyagi kihatásai vannak. Tehát én egy külön testületi ülésen javasolnám, hogy ez kerüljön a terítségre, és hát valami határidőt kellene szabni, hogy az elégtelenséggel meddig várjunk, tehát fél éve, egy éve, és a többi. Ami az egyebeket illeti, én hiányolom azt, hogy kezdeményezzünk jogszabályváltoztatást. Ezt a csiki-csuki, ami megy ezzel a 120 órával, meg a 30 órával, ezt be kelljen valahogy zárni. Ha nem megy másképp, akkor javasoljunk jogszabályváltoztatást. Úgy tudom, hogy az önkormányzatnak is van jogszabály kezdeményezési joga, szigorítsák ezt a megfelelő kormányrendeletet annak érdekében, hogy az erőmű, és hozzáteszem, a környezetvédelmi hatóság erre ne hivatkozáson, hozzátéve azt, hogy a Palorex ügy, meg a Vörösiszap katasztrófa óta azért olyan feltétlen hívő, már 100%-ban nem vagyok az ilyen, hogy mondjam, hatósági felügyelet minden hatóságának, tehát én már korábban is megkérdeztem a polgármester urat, hogy lehetőséget látja arra, hogy akár a város önálló méréseket végeztessen, tehát én még azt javasolnám, hogy vegyük fel a kapcsolatot ön független erőműtől abszolút nem függő szervezetekkel, hogy tudnának-e méréseket, azonnali méréseket végezni, és hogy ennek mennyi lenne a költségkihatása. Azon kívül én irányolom a Rig Lajos, a körzeti országgyűlési képviselő, egyéni országgyűlési képviselőjének a meghívását, ugyanis ő a parlamentben kérdés interpelláció formájában ugyancsak nyomást tudna gyakorolni a város érdekében. Ez az ő körzete, úgyhogy ezt biztos megtenné. Azt hiszem, hogy a szervezet a működési szabályzat elő is írja, hogy meg kell hívni a körzet egyéni képviselőjét. Úgyhogy én javaslom, hogy őt is vonjuk be, meg egyébként is kapjon meghívót a ülésekre.
ezzel együtt tudnám én elfogadni ezt a javaslatot. Természetesen a lakosság érdekében mindent meg kell tenni, nem tudom, túl tenni az időt. Egy bódéi telepén voltam nemrég, csodálkoztam, hogy milyen feketék az autók, azt hittem, hogy karosszéria hiba, és akkor mondja nekem a tulajdonos, hogy nem, ez a termék kibocsátás. Ennyit szerettem volna elég. Köszönöm szépen, én is részt az itt a vitával. Én teljesen egyetértek a képviselőnek a kezdeményezésével. Ugye itt az a 120 óra, ez egy tagállamok által elfogadott olyan ő és tárgy intervallum, ami egy ilyen helyzetben lévő erőműre irreális. Az az erőmű, amelyik a város közepén helyezkedik el, és amit 1943-ban helyeztek üzembe, hiszen a alapvető szerkezeti elemei ugyanazok, mint a történtek előtt a javítások és különböző rekonstrukciók, de alapvető rendszer az 43, ezt a régen ki kellett volna selejtezni. Vagy amikor privatizálták, elő kellett volna érni, hogy építsenek egy újat, nem egy gázmotorosat, ugye az egy másik téma, hanem ennek a régi elemnek a újra formálását fogalmazták volna meg, de nem ezt a koncertvált. Van, eladták és így szennyezi a levegőt már mióta, és az erőmű pedig visszaél azzal a jogával, hogy tulajdonképpen a eltelt időszakban itt a városság alakulás éveiben úgy alakult, hogy annak idején olcsó volt a távfűtés, és ráütötték a távfűtési rendszer, minden egyes intézkedésénél elhivatkozik a vakonyi erőmű. Én szerintem ezt a tulajdonképpen kényszerre való hivatkozást, ezt meg kell szüntetni, addig tiszta helyzetben nem tudunk elni. Úgyhogy ez fontos tudni, hogy hogy számítják ki a 120 óra. Ugye a 120 óra az arra vonatkozik, hogy lehet üzemzavar a működés során 120 óra időtartamban, és akkor a környezet többlet termelés nem számít le. Ilyen laza, tág, megfoghatatlan szabályozást hogy lehet alkalmazni? Annyi a régi túl, amennyivel akarja, csak az idő számít, hogy 120 óráig túlépheti. 84-ben 49 ezer tonna bor hullott a város. A kárhozat is túlépheti, nem lehet megüntetni, mert a 120 órára lehetőséget ad. Ahogy lehet Magyarországon, 21. században ilyen vacak szabályozással egy erőművet működtetni. Tehát nem csak a erőmű vezetése hibásában, hanem azok is, akik ezt a szabályozást megtettek. Teljesen egyetértek a képviselőről. Ráadásul a 120 órában nem számít bele az a felfűtési időszak, amíg a filter bekapcsol. Az nem üzemzavarnak számít, csak előkészítésnek. Na most ennek is feltéve, aztán a végtelenségre játszik, hogy mi az üzemzavar és mi nem. Úgyhogy tisztelt képviselő társadalom, mint egy nagy megvezetés folyik, aminek egyszer mindenkor a véget kell lenni. Köszönöm a képviselő úr. Szensznek tartom, hogy egy képviselő testületi ülésen egy ilyen napirend tárgyalása az úgy történt meg, hogy este, tegnap este 10:30-kor csomagolom ki az e-mailjeim közül ezt az előterjesztést, szakbizottságot nem tárgyalják, szakmailag ez nincsen körbejárva, politikailag nincsen körbejárva, és ma reggel 8 órakor nekünk itt kardinális döntéseket kell hozni. Hangsúlyozom, gyorsan kell döntéseket hoznunk, hiszen a probléma régóta fennáll, és ezt nem szabad és nem is lehet tovább oldázni. De azért ezt nagyon-nagyon körbe kellene járni. Ezért kértem az első olvasatot. Azt gondolom, hogy ami a határozati javaslatban és az anyagban is benne van, hogy a polgármester úr felhatalmazva a képviselő testület egy olyan szakmai tanácsadó bevonásának a segítség kérésére, ami abszolút szükséges és kell. Ehhez viszont kellene egy olyan bizottság létrehozása, amely ezt a szakmai grédiumot meghallgatja, és ennek tudatában és az információk tudatában hozza meg a döntést arra vonatkozóan, hogy mit tegyen.
mert egy gázturbinás erőmű létrehozása, annak következményei, az időintervallum, az is nagyon-nagyon fontos, és erről az égen jött a világon semmit nem tud. Egyébként a határozati javaslatban, amire kényszerítjük a Bakonyi erőművet, az olyan kérés tőlünk, amelyre egyértelműen a jegyző úr is választ adott, hogy a szolgáltató jelen pillanatban képtelen végrehajtani, hiszen hál' Istennek, bizonyos fokig hál' Istennek, szolgáltatói kötelezettsége van. Határozati javaslatban szólítjuk fel arra, hogy amennyiben nem tudja a határértékeket betartani, hogy a kazánokat állítsa le, ugyanakkor szolgáltatói kötelezettsége van, hiszen több mint 7000 fogyasztási pont ellátatlanul maradna a városban. Tehát nem hiszem, hogy ilyen formában kellene ezt megoldani, hanem igenis, mivel a polgármester úr is egyértelműen jelezte, hogy ez egy több szereplős játék, mindannyian tudjuk, több gazdasági társaság, gazdasági érdekből adódóan ebben a rendszerben benne van. Igen, meg kellett volna hívni, meg kellene hívni, szakmailag egyeztetni kellene velük, hogy mi a megoldás. Mert Ajka ilyen szinten, ilyen környezeti terhelés mellett nem maradhat. Erre mindenképpen megoldás kell, hogy szülessen. Köszönöm. Egyértelműen kéri az első pontban a határozati javaslat, hogy érjék el azt, hogy olyan technológiát alkalmazzunk az erőmű, amelynek a filterek be tudnak kapcsolni, fegyesen választás történhet. Gyakorlatilag nem kell ahhoz környezetvédelmi szakembernek és energetikai szakembernek lenni, hogy a teljes leválasztást, mint elvárást kirehelésnek tartsuk. Tehát ma minden környezetben működő energiaelőállító valamilyen tekintetben kibocsátja, nem biztos, hogy port, hanem egyéb más anyagok, dioxinokat, egyéb gázanyagok esetében is ez így lesz. Tehát olyan minimális elvárás meghatározik egy határozati javaslatban, amit később még egy gázmunkon se tud, vagy egy gázmunkon se tud betartani, ez szerintem irreális. Én azt gondolom, hogy itt azért ezt felül kéne vizsgálni. Tehát nincs olyan tüzelőanyag, amelyet, hogyha elégetünk, akkor abból egyéb más káros anyag, akár dioxinok nem kerülnének a levegőben. Ugye 1943-ban való üzemterjezésre hivatkozik a határozat, tudjuk, hogy ez teljesen alkalmas arra, hogy ebben a tekintetben egyfajta kontrasztot meg hangulatot kelten. Tudjuk, hogy 1943-ban számtalan rekonstrukción esett át az erőmű, számtalan filter szerelt föl, hiszen még mi is 2008-ban elkezd támogatást biztosítottunk annak idején, tehát azt gondolom, hogy ez is egy pontosításra szól. Az első pontja alpontjában benne van az, hogy egy megfelelő ideig, ha nem hajtja végre. Tehát meddig a határozatot ilyen tekintetben is pontosítani kellene, hogy meddig szabunk határidőt arra, hogy ezt a technológiai váltást az erőmű, amit minden bizonnyal meg fog történni, végre hajtsam. Ugye a tanácsadó szervezet alkalmazása a második pontban. Nekünk van egy környezetvédelmi sportképviselői bizottság, Utasi István, a képviselő vezetése alatt, hogy sajnos nincs ilyen a képviselőtestület ülésen. Ez a szakbizottság kéne, hogy foglalkozzon ezzel az ügyel. Én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű volt külön frakcióvezető véleménye arról, hogy ezen szakbizottság előtt, vagy esetleg egy adott bizottság előtt ezek a tanácsadók, akiket majd ugye el fog kérni, pályáztatással fog ez történni szintén a gázmotoros erőmű építéséhez hasonlóan. Ezek a tanácsadók majd ezen bizottság előtt fognak minden bizonnyal beszámolni, hiszen ez a szakmai bizottság kéne, hogy foglalkozzon a saját ügyünk alapján ezzel a kérdéssel. Egyszerűen ma ugye gázmotoros erőművel, nem tudom mennyire tudják a képviselő urak és a képviselő asszony, hogy gázmotoros erőművel bankok nem adnak hitelt a megtérülési ráta miatt. Tehát olyan magas most a gázmotorok működési költségei, olyan magasak a fűtő anyagára, hogy gyakorlatilag a gázmotorra ma akár villamos energiát is, vagy távhő előállítást is nagyon nehéz megfelelő profit mellett működni. Gyakorlatilag ugye ezért is kényszerül rá, többek között az erőmű, hogy biomasszával tüzeljen a kármény. Köszönöm szépen, folytatom majd a következő hozzászólást. A kibocsátási határértékre vonatkozóan szeretnék annyit hozzátenni, hogy még amit tetszett említeni a polgármester úr, abban a korban úgy szólt a rendelkezés,
hogy túlépés esetén volt egy körülötterelési díj, és az erőmű, és utána mehetett tovább, nem volt semmi akadály. Az uniós jogharmonizáció alapján az uniós szabályok betartása érdekében ugye bejövődött 120 óra, ami 120 órát azt jelenti, hogy a mérten túllépett óraszámot adja, és tulajdonképpen a 120 órát elérte a pontforrás, nem a tüzelőberendezést, akkor a pontforrást kell leállítani. Tehát azon a pontforráson három tüzelőberendezés van, ha egy miatt lépte túl a 120 órát, mind a hármat meg kell állítani. Tehát azért ennek van a kockázata is. Természetes dolog, hogy ezt tisztáltassuk. A Batonyi Erőmű ZRT az most komoly fejlesztéseket indított el, amelyben részben már az elmúlt évben egy filter kicserélt az évét. Tudni kell, hogy ezeknek a költségei óriásiak. Most két projekt van folyamatban, és két projektet fogja követni. Ez a két projekt, ez környezetvédelmi beruházás célú, a harmadik meg majdnem az lesz. Ez azt jelenti, hogy két filter teljes felújítása fog megtörténni, az egyik filteri ebben az évben, a másik filteri a következő év elején, és egy környezetvédelmi beruházás, a nitrózus gáz bocsátás csökkentő beruházás, amely szintén már folyamatban van, ott van, hogy éppen építési engedélyt kérem, van benne az információknál. Erre vonatkozóan. Úgyhogy ezeknek a költségei az erőmű próbálja vállalni, viselni, nyilvánvaló sok, nyilvánvaló dolog, hogy nincs az a pénz, amit egy környezetvédelmi cél határban ne kellene beletenni azért, hogy az emberek egészsége az megmaradjon. Én úgy nagyságrendben mondanám, a NOx csökkentésnek a várható költsége az ilyen 283 millió forintra várható, a filterek pedig egyesével 60-65 millió forintot fognak kitenni. Úgyhogy ezt most folyamatosan építi a Batonyi Erőmű ZRT, én úgy gondolom, hogy a bizottságot, amit létrehoznánk, jó lenne abban a Batonyi Erőmű ZRT-t is belevonni. Pontosan azért, hogy együtt lássuk, hogy ezek a beruházások hogy haladnak, hogy mennek, mert ez a lakosság érdekében történik. Tehát a lakosság ne csak arról kapjon értesítést, hogy milyen döntéseket hozunk itt, hanem arról is kapjon értesítést, hogy milyen lépések történnek valójában. Tehát én javaslom azt, hogy mielőtt bármiféle lépést teszünk, amelyben utána nagyon nehéz lesz visszavonulni, várjuk meg azt, hogy azok a határozatok, azok a lépések, amelyeken elindultunk, azok milyen eredményeket hoznak. Mert ugye a határozatot is megkapta a Batonyi Erőmű ZRT szeptember 6-án, folyamatosan dolgozunk azon, hogy az online rendszer kiépüljön, és október 15 a határidő. Tehát én úgy gondolom, hogy határidő lejárta előbb eldönteni, hogy nem tartotta be az erőmű, meg lehetőséget adni arra, hogy felelőtlenül se el tudjuk dönteni ezt, vagy felelősen döntünk el dolgokat. Ezt érdemes átgondolni. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy ezt a határozatot a mai napon így ne fogadjuk el semmiképpen, adjuk meg a lehetőséget arra, hogy a Batonyi Erőmű a városvezetéssel megoldhassa ezt a problémát. Mert ha most a Batonyi Erőműről rátámadunk, és egymagon van, az sokkal nehezebben fog tudni úrrá lenni ezen a dolgon. Köszönöm szépen. A tisztelt képviselők, ennek nagyon megfontolt véleményt hallottunk, hogy egyetlen szó se arról, hogy talán meg kéne szüntetni a környezetszennyezést. Nem kéne szüntetni. Én ezt mondtam, hogy nem beszélhetni. Nem október 15-én, nem a jövő évben, már tegnap előtt a kérdést meg kellett volna szüntetni. Az erőmű előtt ismert a probléma. Húzza az időt, magyarázkodik, nekiesik azoknak, akik különböző kérésekkel bombázzák őket, és nem csinál semmit. Nem csinál semmit az érdésen. Tehát egy dumából elég volt a dumából. Tessék megoldani. Nem tudja megoldani, állítsák le a hatalmat. Ennyi. Tehát egy nyereségszerző tevékenység, a város ne zsarolják ezzel a nyereségszerző tevékenységgel. Hagyják kapva, és akkor mindenki élje a saját is megszokott életet. Egyébként is erkölcsileg is az a kötelességünk, hogy majd a város lakóinak az érdekét szolgáljuk azoknak a városlakóknak az életét, akiket környezetszennyezés ér. Ezt a környezetszennyezést valaki, valamelyik vállalat okozta. Ugye itt beszélünk a határozati javaslatról, hogy ezért nem jó, azért nem jó. Nem volt időnk az anyagot áttanulmányozni, szakértőket nem alkalmaztunk, nem kérdeztünk meg szakértőt, nem tárgyaltunk, vagy nem tárgyaltunk eleget az előbb képviselőkkel és mindenki mással. Tisztelt képviselőtestület!
nem tájékoztatjuk a lakosságot a különböző alternatívára, főleg arról, hogy mennyire kezdve az ember a filtercsere, a korszerűsítésre. Tisztelt képviselőtestület! Ugye abban egyetérthetünk, hogy ez a környezet szennyezés nem véletlenül történt. Az előművel nagyon jó szakemberek, nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek dolgoznak. Ugye ők tudták előre, hogy ez lesz. Hát beérhetünk. Tehát, ha nem tudták, akkor is nagyon hosszú ideje megy ez a környezet szennyezés. Tehát ugye volt módjuk már észrevenni, hogy környezet szennyezést okoznak a lakosság részére számára. Tartottak valami tájékoztatást? Nem, ő nekik kellett volna tájékoztatni a lakosságot. És ha valami mondjuk bajuk van, akkor kérni a lakosság türelmét, amíg ők ezt megoldják. Akkor se lett volna jogos. Mert hogyha a mi autónkat vagy a házunkat szennyezi valaki, a szomszéd, és oda jön, te ne haragudj, fajtás, te haragudjál, de hát most ez előfordult, és elő is fog még fordulni jó hosszú ideig, ezt se fogadnak el. Tehát még ez is elfogadhatatlan lenne, de ugye az alapvető, udvariassági, erkölcsi kötelességet volna tájékoztatni, hogy miért van ez, és talán az elnézést. A tájékoztatásról ennyit. A tájékoztatásról az interneten megjelentek, de ki nem volt. Ugye azt mondhatom, hogy talán jobb is, ha nem minősítek, meg nem is beszélek volna, mert olyan színvonal alatti, hogy nem is szabad foglalkozni. Magáról a határozati javaslatról. Ugye ez is többször megkerültek itt a hozzászólások alatt, és több kritikát is kapott. Én ezt a véleményt én nem osztom, én kimondottan jónak tartom ezt a határozati javaslatot. A következő miatt. Ez a határozati javaslat az első pontjában kérés fogalmaz meg. A hivatalhoz, a környezetvédelmi hivatalhoz fogalmaz meg kérdést. Ezen kívül az alkotmányba összefoglalva fel. Az alkotmányba ugye beszél arról, hogy miket szeretnénk, de mindenhol kérés, mert mi nem vagyunk szakemberek, nem mondhatjuk meg, hogy mit kell tenni a környezetvédelmi hivatalnak, és nem hozhatjuk törvényeket sem, nem is nagyon kellene, én szeretjük fel az a, csak a parlamentben. Mert ugye nyilvánvaló itt jó lenne, hogyha a törvény is lenne módosítva, de valóban a képviselőnek segítségét lehet kérni. Ezen kívül ugye utasítja a polgármestert, hogy hozzon létre egy szakbizottságot. Pontosan azért kell egy szakbizottság, mert mi nem tudjuk eldönteni a szakmai kérdéseket, és hogy a továbbiakban, nem, a testületekben nem alkalmas, mert ide szakemberekből álló szakbizottságot kell létrehozni. Ezért utasítja a polgármestert erre, aki majd segít az emberi és emberi munkánkat. Ezen kívül pedig ugye felhatalmaz a polgármester, hogy valamit tegyen, és pályázati eljárást készítsen elő alternatív előnő létrehozására. Tehát pályázati eljárást készítsen elő. Nem azt mondja, hogy már most pályázunk is vagy, hogy nincs már, hanem készítsen elő, amit aztán majd még meg tudunk tárgyalni, és annak megfelelően majd írni a pályázatot és egy alternatív előnő. Tehát én azt gondolom, hogy fontosan a lehetőségeinket és a kötelességünket, mert nekünk az a kötelességünk, hogy mindent megtegyük, hogy a lakosságot a jövőben megóvjuk ettől a környezetszennyezéstől és az ő érdekeit képviseljük, a lehetőségeinket és a kötelességeinket tartalmaz ez a határozati javaslat, amit én azt gondolom, hogy mindegyiknek meg. Akkor jelenleg, amiket mondhat, tájékoztatási kötelezettség, technológia,
engedélye, stb. Van itt van. Ahhoz Tibor képviselő szövetkezik. Köszönöm szépen, hogy egyébként teljes mértékben azzal, hogy ezt a kérdést meg kell oldani, de továbbra is bent tartunk ugye azokat a kérdéseket, amelyet megfogalmaztunk a határozati javaslat kapcsán, kizárólag olyan szándékkal, hogy jobb legyen ez a határozati javaslat. Ugye, hogyha emlékeznek rá, arra beszéltünk, hogy tegyük bele követhető határidőket, de ha lehet, akkor válaszolni azt a kérdést, hogy fel kell jelenteni egy ismeretlentettest azzal kapcsolatosan, hogy környezetszennyezés történt, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy ki a környezetszennyező, mármint hogy melyik cél. Itt jegyző, hogy egy kicsit árnyalta ezt a kérdést, ami azért egyértelműen tudjuk, hogy miről van szó. Ugye az is kérdés egyértelműen, hogy ez a határozati javaslat nem tér ki arra, hogy olyan dolgot kérjük az erőműtől, amelyet, hogyha végrehajt, akkor megszűnik a kandókán alapú telepen tápszolgáltatás, megszűnik a kandókán alapú telepen melegvízszolgáltatás, és megszűnne az egész városban a tápszolgáltatás és a melegvízszolgáltatás. Na most gyakorlatilag az az én logikai útrendszer ebben a határozati javaslatban, hogy olyan dolgot kérünk tőlük, amit hogyha végrehajtanának, akkor óriási bajba kerülnénk, de tudjuk, hogy amit kérünk, azt nem fogják végrehajtani, mert majd kötelezi őket a környezetvédelmi felügyelőség vagy a katasztrófa védelem, hogy amúgy is tovább szolgáltassanak. Ez egy elég fokozatos kérdés, hogy a lakosság felé és a sajtó felé azt kommunikáljuk, hogy mi írunk, gurulunk, följelentjük őket, és csinálják ezt, csinálják ezt, csinálják a maszt. Közben megtudjuk, hogy úgysem fogják tudni a határozatban foglaltakat végrehajtani, mert a katasztrófa védelem ki fogja őket jelölni, mint tárgyú előállítókat, hiszen nincs más ezen a területen. Az is egy fontos kérdés, hogy milyen időintervallumokról beszélünk. Ma egy-két évbe kerül az energiahivatalnál is, még gyorsított eljárásban is, hogy valaki tárgyú előállítási jogosultságot szerezzen. Ebbe beletartozik a tervezés, beletartozik az engedélyezési eljárás, stb. És ezt követően tud csak, egy percet kérek még itt a fejezem, ezt követően tud csak majd ebbe a kérdésbe belépni egy új tárgyfő előállító és szolgáltató. Mivel ez amúgy is egy két-három éves intervallum és időszak, ezért kértem volna, hogy ezeket a módosításokat fogadják el, ez egy barátságosabb, de ugyanolyan kötelező erejű határozatnál lehető azokkal a módosításokkal, amelyeket kértünk. Köszönöm. Környezetszennyezésben eléggé érintett vagyok, és az erőmű is ide tartozik Puskás Károly képviselőtársam hozzászólásáról. Szeretném mondani, úgy gondolom, hogy gazdagabbak lettünk azért sok szempontból az ő hozzászólásával. Hát azért itt néhány olyan tényt megtudtunk, amit ő tudhatott, meg tudott, mi adott esetben nem. Én elhiszem, közülünk azt hiszem, hogy ő ismeri legjobban a Baponyi erőmű működését, technikailag, gazdaságilag, hogy óriásiak a költségei annak, hogy a kialakult helyzeten való javítást valamilyen szinten megoldja az erőmű. De azért én megkérdezném, hogy is a lakosság költségei. A lakosság még fizet is azért, mert ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik, és közben nyeri a termét. Melegen és mélységesen egyetértek Patrica György képviselő úrnak az a javaslatával, hogy valahol próbáljuk még kiegészíteni a reagálásunkat azzal. Ha van rá az önkormányzatnak lehetőség, hogy valamifajta jogszabálymódosítást kezdeményezzünk. Mert ha valaki most már másodszor a város történetében keményen tudja, érzi, hogy mit jelent ez a fajta környezetszennyezés, akkor az a lakosság igen. Most én csak elmondanám, mint hangosan gondolkodó a nyilvánosságnak és a képviselőtársaimnak, hogy most van egy jogi helyzet. Ez szerint teljesen normális az, ami ajkán van. Teljesen normális. Mert az évi 120 órás kvótából valami 58-60-at használtak el. Adabszurdum, ha hátra lépnek pár hónapban, még kapni 60-at, akkor is legális a dolog. Nem lépték túl a határt. Na most én nem tudom, hogy egy olyan törvény, ami ezt engedélyezi, az mennyire emberbarát, mennyire környezetbarát, és így tovább, ezt már ne fejtegessük. Én azt gondolom, hogy a mai testületi ülés egyetlen dologról szól, és ebben egységesek kell, hogy legyünk, bárki bárhol ül, ez a felelősség. Minket a lakosság küldött ide, ahogy tetszik, és azért küldött ide, hogy az érdekeit megvédjük. Ott is úgy védjük meg, ahol ő, mint egyén már nem tudja megtenni. Én is visszatérnék egy pillanatra a Vörösiszap ügyel.
5 éve nyomozzák, hogy ki a felelős. 5 éve nyomozzák, hogy ki mit tett meg a megelőzésért. Na most mi nem igazán akarunk más, mint a jelenlegi helyzeten való túllépést olyan módon, hogy megelőzzük a nagyobb környezet szennyezést. Magyarul meg akarjuk védeni azokat az embereket, akiket mindez érint. Mert azért kettős képviselőtársaim, nem tudom, mi kérdez az, aki mondjuk, ez még így tart egy fél évig. Az egyéves időtartam alatt a egészségvárosodás kimutatja. Szavahihetően, legálisan azoknak az embereknek, akiket az esetleg érinteni fog. Nem arról van szó, hogy az egész város tüdőbeteg lesz, de azért biztos, hogy lesznek következményei. Akkor ki fog itt válaszolni a jelenlegi külök közül? Én azt tudom mondani, hogy amikor én itt tájékozottam, meg elolvasgattam dolgokat, akkor úgy gondoltam, hogy a mai napon mi két dolgot tehetünk. Egy, nem csinálunk semmit. Tovább is tárolunk, utakodunk. És ez adjuk a nevünket és a szavazatunkat. Vagy a mai határozati javaslat pontjai alapján megpróbáljuk a már megkezdett, ahogy tetszik, tiltakozás fellépést tovább folytatni. Én ezért fogom megszavazni ezt a határozati javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tolnán Nagyszerány úr következik. Köszönöm azt, hogy polgármester úr, miközben itt hallgattam azt, véleményeket arra gondoltam, hogy mennyire elmesebb lehetnénk azon az esetben, hogyha az elműzéjét és a másik érintett képviselőnek a tulajdonosainak a javaslatára hívta volna össze a polgármester ezt a rendkívüli testületülést, és elmondták volna, hogy a következő néhány évre vagy hónapban hogy fogják megszüntetni a környezetszennyezést. Ugye nem ez történt, ez csak álom, már ugye az álmok néha valóra várnak, hát most nem váltak valóra. Én megpróbálom úgy összefoglalni az én álláspontomat, amit kint hagyok a városban. Ömlik a porból, hosszú-hosszú hónapok a városára, ezt itt mindenki elismeri. Hosszú hónapok óta semmi nem történik az előmű ZRT és a másik érintett cég részéről, sem a tulajdonosok részéről. Hallgatnak. Ugyanezt tette a képviselő testület, személy szerint a polgármester úr nagy türelemmel hosszú hónapokon keresztül, hogy ott a városban már sem önök, semmi nem tudtuk úgy kimenni, hogy ne a fejünknek akarták volna menni az itt élő polgára. Ez ma is így van. Hosszú hónapokon most önök csodálkoznak, hogy a képviselő testület akar egy olyan határozatot hozni kényszerhelyzetben, ami tulajdonképpen hát úgy néz ki. Tehát kényszerhelyzetben gyakorlatilag hathatós intézkedéseket várják az előművől. No, nézzük a másik oldalt. Mi a helyzet? Az előművő, hogy polgármester úr mondta, nyerességkármelő egység. Szolgáltató egység, és vannak, akik fizetnek, hogy nyeresség legyen, ezek az ajkai polgárok. Mit akarnak az ajkai polgárok? Meleget, télen és egészséges környezetet. Ezt a két dolgot azért, amiért kifizetik azt a pénzt, áttételni a katonákon keresztül, amiért az előbbi szolgáltatást nyújt ennek a városnak. Semmi különösebb. Önök ugyanezt akarják bárhol a boltba, nálam az öntövédlár elő, önnél az előbbi nyilván ez élesebben jön ki, a jogász úrnál, ügyvéd úrnál nyilván ugyanezt kéri a szolgáltató. Semmi nem történik, ez az egyszerű dolog által. Plusz pillanat, nézzük tovább. Még hallgatta a képviselő úr, hallgasson egy. Nézzük a másik oldalát. Nyilván azok az emberek, akik kint vannak, nagyon jól tudják, hogy itt nem arról van szó, hogy képviselőtestületi határozat, még csak nem is arról, hogy kommunikáció. Arról van szó, hogy olyan egység szolgáltatja a több tonna szemetet ajta városára, aki nyereséget termel, tehát pénz és műszaki kérdés. Én szégyellem egy műszaki ember magamat, meg kell, hogy mondjam, hogy az első hónapok után az erőműnek a tulajdonos Gárdány nem állt és nem azt mondta, igen, megváltozott a bevitt összeganyagnak összetétele, az égetetlenül összetétele, amiről semmit nem tudunk, hogy néz ki, és azok a filterek, amelyeket a fejlesztések során beépítettük, azok alkalmatlanok arra, a jelenlegi technológián szerint, hogy leválasszák ezt a terét, ennyit kellett volna mondani. Utána ezt és ezt és ezt akarjuk csinálni. Nem ez történt, tudjuk, hogy mi történt meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez műszaki kérdés és pénz kérdése. Én azt gondolom, hogy ez a koncern akkora, a tulajdonosi gárda olyan kapcsolatrendszerekkel rendelkezik, hogy nem megoldhatatlan probléma.
Kérem szépen ezt egy műszak üzemben egy kicsi vagy nagy, azonnal leállítják és írják a határidőt, mit kell beruházni, vagy tudja, vagy nem. Nyilván meg kell csinálni a környezet, érvel így dolgozik, saját bőrömön tudom, hogy így dolgozik ismétlen. Saját bőrömön tudom, hogy ez így dolgozik. Itt is így kellett volna ennek megtörténnie. Kommunikáció. Szomorú dolog képviselőtársam, hogy ön elmondta azt, amit az előbbi képviselőnek már el kellett volna mondani. Szomorú dolog. Ezt meg kellett volna tenni már néhány hónappal azután, hogy a városban létrejöttek azok a civil szervezetek, akik összevonnak két civil szervezetek, akik megjelentek a Facebookon, megjelentek az újságokban, a médiában. De érthetetlen számomra, hogy egy ilyen gazdag cég, aki kommunikációs részleggel rendelkezik, akár ajkán, akár a központban, nem tud ezt a kérdést megoldani. És ilyen számomra szégyenteljes, szemérmetlen levelet megjelentetni az ajkai polgárokkal szemben, ami az önök részéről, a VLT részéről megjelent, ez szégyenletes nem csak a ajkán élő tulajdonosoknak vagy irányítógárda számára, hanem szégyenletes dolog ott, akik nem ajkán élnek, hanem az ország különböző pontján esetleg külföldön. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb bűn, amit elkövethet egy szolgáltató egység vagy egy képviselőtestület, amikor azoknak megy neki, akiknek szolgáltatni kellene, vagy akik védik azokat az érdekeket, amelyek hajkán ebben az esetben megjelentek a polgárok részéről. Én azt gondolom, hogy a képviselőtestület olyan helyzetben, hogy nem tehet más, mint egy ilyen határozathoz, hozzon. Ezt a határozat szerintem lefogja a város polgárainak a döntő többségét, hogyan gondolkodnak, és úgy gondolom, hogy ezzel előre tudunk térni. Támogatnak. Köszönöm szépen. Tetszik a képviselő úr. Mi történik itt? Ugye Dolnán László elnök úr nagyon jól elmondta. Itt egy nyelvességszerző tevékenység, és ezt kapjuk érde. Ajka városából él az erőmű, aztán ez viszont ragasza. Szégyen teljesnek nevezem én is. Azért mondom, hogy ez egy óceráj, mert az a műszaki berendezés, amely nem képes leválasztani a Berlét, nem képes leválasztani Berlének ráadásul egy kibocsátási hatalat értékesítse, és a felfűtés időszakától teszi függővé, hogy majd ha belép a filter onnan választódik, ezt nem lehet másképp nevezni, mint egy óceráj. Mindenki, ilyen értelemben cseréltek, mit cseréltek, hogy csinálták, ennek a teljesítménye mai korban gyalázatos. Csak egyet megmondott a Dolnár képviselőtársam hozzászólásával kapcsolatosan. Természetesen már minden elmondott igazából, amire én úgy gondolom, hogy ezt a témát érintheti. Szerintem Puskár és Károly képviselőtársam nem az a fogaskerék a gépezetben, aki nélkül ezt nem tud működni, és nem tudják helyettesíteni az a képviselőként én úgy gondolom, hogy talán elsőként próbáltam, és ez nem köztudott, két kormányhivatalat is megkerestem ez ügybe, és próbálkoztam valamiféle információhoz jutni, mert úgy gondolom az év eleje és a nyár eleje nem arról szólt, hogy esetlegesen valamiféle információk szivárogjanak hozzám képviselőköz ezzel az ügynek a kapcsán, mivel természetesen nekem is az is inspirált, hogy nagyon sokan megkerestek ez ügyben, esetlegesen a más képviselőtársamat is. Szükséges éreztem annak, hogy saját útfőből és forrásból próbáljam tájékozódni ennek kapcsán. Azon túlmenően, hogy két kormányhivatalt is megkerestem az ügy kapcsán, személyes beszélgetésben hívott a vezérigazgató úr, és én nem levelezést is folytattam az elvi igazgatóságával kapcsolatosan. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben a témában talán az egyik képviselő vagyok, aki elég úgymond tájékozott, és mivel 15 éves karbantartási adatai múzeum is van, talán azt mondom, hogy ezt a problémakört azért ugyanúgy átlátom karbantartási beruházás részéről, mint esetlegesen vállalkozóként Dolnár képviselőtársam. Ezt még megfelelve 3 hete a Kemenföldi előnyben voltam szakmai napon, tehát ilyen szinten azért tiszta vagyok a kérdésekkel. Az, hogy visszatérve a 120 forrás túllépése, mindenhol olvashatjuk szakmai lapokban, ez teljesen nyilvánvaló,
hogy ugye Magyarországon két erőmű volt, a biomassa tüzelés, az arra és a pécsi erőmű. Teljesen nyilvánvaló, hogy a kezdetekkor, amikor átépítették a technológiát, átértek erre a technológiára és hozzáépítették a megfelelő visszaki hátteret, már akkor tudva elő volt, hogy a biomasszának a minőséget nagyon befolyásolni fogja az elégetést. Ennek vagyunk most szenvedő valamelyik. Teljesen természetes az, és itt osztom a véleményemet volna a képviselőtársammal, hogyha egy adott műszaki probléma felmerül, igen, azt meg kell oldani. Ez nem pénz kérdése. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a kérdéskör csak úgy oldódhat meg a kötelekvételmi hivatal együtt és az erőművezetésével együtt, hogy a hivatal mind az előírt értékeknek a betartására kötelezi a Dajkai Hőelmű. A Dajkai Hőelmű meg természetesen időt, pénzt, embert és technikát nem sajnálva megoldja ezt a problémát. Úgy gondolom, amúgy is nem tartom előrehozatnak ezt az ügyet, hogy ezt tárgyaljuk. Én úgy gondolom, hogy egy-két év múlva esetleg 3-4 éves ciklusra tekintve amúgy is a Dajkai Hőelműnek a helyzete esetlegesen az áramtelepülés kapcsán úgyis ide kerül a város elé, mert ugye nem tudhatjuk, hogy az MVMV nem vásárol villamos áramnak az erőműtől, és ez a várost ugye abban a szempontból érinti, hogy a tápfőszolgáltatást ugyan fogjuk tudni megoldani. Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést mindenképpen közösen kell megoldani. Én elsősorban a hivatalnak, a közvetlenül a hivatalnak számolok nagy szerepet. Őnek kell hivatalból gyakorlatilag arra kényszeríteni az erőmet, hogy ezeket az értéket megtartsák és betartassák. És a másik, amit a beszélgetésünk végén, ugye nem részletezem, hogy miről beszélgettünk, mert ez nem tartozik ide. Én is elmondtam vezérigazgatóknak, hogy sajnálatos nem tájékoztatják a közvéleményt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy így, ahogy a Bárkai képviselőtársam is elmondta, ha már egyszerre szennyezik a közvéleményt, már mondják el, hogy miért. Nem mindenki olvas szakmai lapokat, azért ezt egy fórlapban esetlegesen a városi lakosságot el lehet volna tájékoztatni, azt is, hogy milyen munkálatok folynak, azt is, hogy milyen intézkedési tervet dolgoznak ki. Ettől ugye nem szűnik, mert per pillanat én is összevonnám az időmet. Ettől például nem fog megszűnni a szennyeződés, bár a csökkenést azt mindenképpen elvárhatjuk, hogy legalább a mértéke az egy kicsit csökkenjen, és úgy gondolom, hogy talán egy kicsit más szájízzel, kicsit kompromisszumosabb hozzáállással tudunk mi is és a városi lakók is hozzáállni. Ugye azt azért megjegyzem, hogy volt és van Magyarországon olyan cég, aki ha nem tudta teljesíteni a szolgáltatásban vállalt feladatait, akkor kártérítést fizetett, lásd EON. Ugye az érintett feleknek, én úgy gondolom, hogy adott esetben ezt is esetlegesen megtehette volna az Dajkai Hőelmű, hogy fölveti azt, hogy addig, amíg ez a probléma meg nem oldódik, a tápfőszolgáltatási díjakon ezt esetleg kompenzálni tudja a város felé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kikölt vélemények hallottunk, azt gondolom, hogy most érjett elhangadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az gondolat, hogy nagyon-nagyon sok igazság hangzott el, sőt, csak igazság hangzott el, hiszen beszélhetünk reggeltől estig, fizethet a Bakonyerőmű, amit akar, csökkentheti a távfűtést, amit akarja, az elsődleges feladat a környezeti terhelés megszüntetése a lakosság részéről. Tehát itt nincs. Ez a határozati javaslat egyébként, ami elé került, ez támogatható határozati javaslat, ezt a legelején is a Fidesz-KDNP frakció megfogalmazta, támogatni is fogunk. Van néhány pontja, amelyen nem értünk egyet. Szeretném azért kérni a túloldalú képviselőket, hogy ne próbálják azt sugallni, hogy a Fidesz-KDNP frakció esetlegesen szembe akar menni, és egy környezeti kárt okozó gazdasági társaság érdekét képviselni. Nem erről van szó. Azért kértem, hogy bontsuk ki ezt a témát, mert azért sok egyéb dolog is van itt. 300 ember a Bakonyi erőműnél, 280 ember a Malnál, tehát azért itt munkahelyek szűnhetnek meg. De még egyszer hangsúlyozom, az első, az a közel 30 ezer ember, aki Ajkán él, az ő egészség. De semmiben nem lehet megváltani csökkentett távfő díjjal sem, nem lehet megváltani Bakonyi erőmű által a támogatással sem, semmi nem lehet megváltani.
Én azt hiszem, hogy ezt a folyamatot el kellett indítani. Sőt, lehet, hogy korábban el kellett volna már indítani, hogy megjön, hiszen hónapok óta érezzük ezt a környezeti terhelést, és Ajka már egy korábbi időszakban fokozottan terhelt város volt, amelynek a következményeit is érezzük, hiszen rengeteg betegség is alakult ki. A mi frakciónk ezt a határozati javaslatot el fogja fogadni és támogatja. Arra kérem, vagy kérjük a polgármester urat, hogy értelemszerűen egy korrektenyű működést azért próbáljuk meg a szolgáltatóval kialakítani, hiszen azért a városnak érdeke az, hogy hosszú távon egy működés azért fennmaradjon, de elsősorban a lakosság érdekeinek figyelembe vitelmelne. Köszönöm szépen. Tisztelt ez a másfél órás vita elérte a célját, ugyanis úgy indult, hogy a Katarica úr, valamint a baloldali képviselőtársaim előremutatóan elemezték, hogy ezt a napi rendet, a határozati javaslatot el kell fogadni. És a vita során kiderült, hogy teljes lesz az egyetértés, és ennek nagyon örülünk. Azért el kell mondani, hogy az elején úgy indult, hogy első olvasat másolt, kivel kell tárgyalni, nincs idő. A környezetszennyezés lassan egy éve jelen van. A probléma visszatérő, megismétlődött többször. Az ajkai gyerekek, emberek itt élőkről van szó. Nekünk kötelességünk és felelősségünk van, és nem később, most kell lépnünk, és abban, hogy valami előre menjen, ezt most el kell fogadni. A részletes elemzésekben, ami kiment, azért nagyon jól fogalmaztuk, mert az első pontban ugye hatósági döntésekben, jogszabálymódosítás, ugye Patalica úr jelezte, hogy vonjuk be a parlamenti képviselőt, ezt meg is tesszük, hiszen az a legközvetlenebb pontja a jogszabálymódosításnak. A műszaki fejlesztésekkel is mindenki egyetért, és azokkal mondtuk a tanácsadótestület, persze jó a szociális bizottságban, nem gondolom, hogy jó a rendes bizottságból kellene tanácsokat kérni ebben a kérdésben. A gázmotoros erőmű előkészítése, ha megtörténik, ide kerül, ugye, amit kérdezett a Patarica út, és az ismeretlen tettes pedig körbejárnak jogilag. És ne felejtsük el, van egy utolsó pont, az ötös pont, ami azt írja le, hogy a polgármester az előzőekkel egyező tartalmú, de részletesen intézkedési tervet készítsen el, és az október 31. Tehát ezzel el kell indulnunk, bent van az ötödik pont, ez idejön, és erről még tárgyalunk, de bármi tovább nem lehet. Én bizony vagyok most egyetlenül, elfogadjuk ezt, és ez egy jó lépés lesz arra, hogy Ajkán a környezetszennyezés végérvényesen megszűnjön. Köszönöm. És köszönöm szépen, hogy lezártam a vitát. Azt javaslom, hogy a következő szavazás az név szerint történjen. A név szerint szavaznám, ugyanakkor nem gépet használunk, hanem jegyző úr el fogja olvasni a képviselőnek a nevét, és akkor mindjárt szándék, aki elfogadja a határozati javaslatot, vagy nem fogadja el a lezárása előtt. Igen, hogy akkor a polgármester úr tulajdonképpen mint előterjesztő el tudja fogadni, amit javasoltam, röviden összefoglalom. Jogszabály változtatás kezdeményezése. Lakossági szabadalmi együttése a hivatal által, és a prompt, tehát azonnali mérések lehetőségének a megvizsgálása független szervezetében. Csak annyit teszek hozzá, még talán az időmben belefér, ugye tavaly volt a közmeghallgatás, hamarosan lesz. Nagyon kínos lenne, hogyha megint panaszok lennének, és kiderülne, hogy nem értünk el. Köszönöm. Tehát most arról szavazunk, hogy név szerinti szavazás legyen, nem? Tehát ezt te hozom, hogy név szerint. Ezzel a megyünk, mert ügyrendik még, nem? Ügyrendik? Ó, látom. Kapom a szót? Igen. Köszönöm szépen. Polgármester úr, érintettségem miatt szeretném bejelenteni, hogy nem kívánok szavazni, mivel 28 éven keresztül a lakonyerő életérvény munkáltatom, családomnak is több tagja úgy dolgozik, úgyhogy kérem a testületet, hogy ezt vegye tudomásul. Köszönöm szépen. Megkívánni az urat, hogy nagyon kedves beolvasnának a képviselőnek, és akkor tehát a határozati javaslatot viszont igen vagy nem. Dornár László. Igen, támogatom. Fülöp Zoltán. Igen. Gerencsény Hilda. Igen. Dr. Horváth József. Igen. Bad Ferenc. Igen. Dr. Katarica György. Igen. Bákai Péter. Igen.
Bék Attila. Igen. Ravasz Tibor. Igen. Rieder András. Igen. Schwarz Béla. Igen. Táncsics Tamás. Igen. Köszönöm, és akkor hárman. Ketten nem voltak itt egy valaki, nem szólítottál 14-ig elmenet. Igen. Nem szabad, hogy elfogadtuk a határozott javaslatot, így a mai ülésnek kérjük.